Víz. Azt a hova tűnt az összes vízünk? Mi a fene? Meleg van odakint? Nem tudom, mi történt. Na. De jó lesz az olajat elrakni amúgy. Imádom. Mi volt az? Mi? Oké. Ez meg mi? Ez meg mi a szar? Jó. Iratkozz fel. Köszi. Na, de tényleg. Köszi. Köszi. Supermarket Simulator. Na, még miért elkezdjük, de végre, egy mióta 3-4 napja nem játszottam, 29-én jött egy update, ami be lehet zárni most már kasszákat, hogyha bezársz egy kasszát, vagy felveszed a kezedbe, vagy bármi ilyesmi, akkor a kasszásod átmegy egy másik kasszába, és a settingsben is van egy save gomb most már, eddig csak nem tudom, nem a settingsben volt, hanem csak a pause menüben. És még egy dolog, a bugfixeken kívül természetesen, hogy most már a store-nak a szintjével növekszik, hogy hány ember jár hozzád, szóval nem tudom, nem licenszektől függ meg ilyenektől, szóval ez király. És ma is jött egy frissítés, nem tudom mikor, mert egy órája még nem volt itt. FOV settingeket, vagy FOV slider-t adtak hozzá, meg nagyon sok bugot javítottak igazából. Na, ott tartottunk, hogy restockoltam mindent. Egy picit túlzásba is estem, hogy érzem. Egy tea. Szihetetlen, egy tea. Kávéból kéne még venni. Lehet, hogy az lesz, hogy ezeket lerakosgatom ide. Mert tök jó, hogy ott vannak, csak mégse. És akkor igazából mindenből van egy plusz dobozunk, ami tök jó, mert egyelőre még nem járnak le a dolgok. Nyissunk ki már. És azon is értem, hogy bills, most nem is tudom day mennyi van, de én ezeket magától fogom csináltatni. Nem nagyon fogok ezzel foglalkozni, mert ennyire nem érdekel. Kíváncsi vagyok, hogy mennyien jönnek most az update után. Kevesebben vagy többen, ez a 6-os szint, ez körülbelül így az utolsó, talán 24 fős napunkat ezt übereli. Kevesebb lesz, hát nem tudom, lehet, hogy rosszul járunk. Majd kiderül, sajt, meg ott van olaj, nem itt az olaj, ott mi van? Tojás. A tojás az nagyon nem fogy, azt hittem az jobban fog fogni a bio tojás. És hogy igen, az előző részben rosszul adtam vissza, megnéztem. Patrik ugye megmutatta, hogy itt történt, tehát ez sajnálatos. Na, nyugi! Oké, ne vegyél ennyi kávét, létszi. Kávéval óvatosan kell. Na, nézzük. Mennyit adok vissza? Semennyit, köszi szépen. $39. 50p. Azaz cent. Szia, uram! Na, te már viszed a tojást, ezt már szeretem. Gyűlik a pénz, csak ugye azt akarja, hogy új section-t vegyünk majd. Nem hiszem, hogy erre nagyon sok szükségünk lesz egyelőre amúgy. Szóval addig még nem fogok, amíg nincs erre szükség. Opa, na ezt már szeretem. 35-50. 15 dodó, tessék. Víz. Azt a hova tűnt az összes vízünk? Mi a fene? Meleg van odakint? Nem szokták vinni. Vagy eddig nem vitték a vizet. Nem tudom, mi történt, de nem panaszkodok. Jó, fogynak a dolgok, fogynak. Kenyér. Abból egy hiányzott. Fantasztikus. $24. A viszontlátásra. Szóval lehet, hogy előbb fogok új licencet venni például. Igen, $400. Embert felvenni majd 10-es szinttől tudok az első kesíromat. $40, köszi. Na. Végtelen pénze van az új embernek. $43. Jó, a kávé szerintem nem fog elfogyni, de lekopogom. Itt is, meg itt is. Hát, ha nem fogy el a nap végére. És akkor szerintem ezzel ki fogjuk amúgy bírni a mai napot, remélhetőleg. Jó. Ja. Necces lesz, de nem akarok ma már rendelni. Nem is tudom, több vásárlónk van-e. Többnek tűnik-e egyáltalán. Majd a nap végén kiderül. Nincsen túl kevés. Hát, lehet, hogy sokat nem változott. Kibírjuk szerintem. Hát a sajtból igazából most lassan elfogy. Ő is vett 2-t. Hát nagyon sok pénzünk van. $500! Az már nem semmi. De jó, hogy azokat viszed, amiből már kevés van. Megvan az utolsó customerünk. És akkor majd reggel restockolunk szépen. Túléltük a napot a reggeli restockkal. Szóval jó, ki lett számolva, hogy miből mennyi kell kb. Ó, még egy ember jött, jó van. Na, de azt az utolsó két sajtot megengedem. Az egy tojás, az is egy tojás.
Na, még visszamegy. Sajt? Aha. Utolsó rendelésnek jó lesz. 41,5 dodó. Nice. 580 dollár. 24 per 24, akkor nem változott igazából a szám egyenlő. Majd meglátjuk. 312 dollár profit. Hát, nézzük. Miből kell tölteni? Tölteni kávéból. Kávéból 3-at fogok rendelni, az biztos. 53 dollárba kerül? Mi van? Sajtból jöhet 2. Pasztából jöhet 2. Flourből jöjjön. Nem, a csokapikból jöhet 2. Mindenből rendelünk egy kivéve. Hát a víz meg te, jó, jöjjön egy-egy, én azt mondom. 10 dolgot tudok egyszerre rendelni. Jó. Ez fantasztikus. Kávéban mennyit rendeltem most? Café del Frost. Van ilyen? Nincs. Jó. Akkor egyszer megvan. Jó. 1, 2, 3. 2, 1, 1. Hát jó. 10 dolgot lehet egyszer rendelni. Most már ezt is tudjuk. Na pakoljunk. Közben kinyitok, miközben pakolok. Nem fér bennem. Mindegy. Tea. Még kávé. Nagyon jó. Nem véletlen rendeltem belőle 3-ot. Kis liszt. Tej. Tojás. Azt, na ezt már szeretem. Viszlát. Még kávé. Na, erről beszélek. Már eltűnt öt. Még több paszta. Cukrot letom végre pakolni. Kivel. És meg is jött a következő doboz. Sajt, hol van? Itt van. Utolsó dolog, beszerelés. És ez a másik sajt? Igen. Na, mindenből van a polcon? Most mindenből. Teából rakunk még ki. Alakulunk, alakulunk, azt kell mondjam. Meg fogjuk venni a következő license, de egy ilyen... mennyi az 300 dollár, egy ilyen 600-at össze akarok gyűjteni előtte. 745 dollár. Hány emberünk volt? 26? Na! Akkor igen, megy fel az ember. Ú, de baszki, hogyha így fog felmenni. Csak nem. Na. De jó lesz az olajat elrakni amúgy. Imádom. Mi volt ez? Mi? Oké. Okay. Na az új licenszben van, az polc. Szerintem az összes polca megy. És nincs sok helyünk a polcon, szóval szerintem kettő polcot venni kell majd, ez jó lesz. Na jó, vegyük meg. 400 dollárt? Azt hittem 300. Na nézzük. Shelf, ja. Furnitures. Kettő shelf. Meg az összesből berendelni egyet. 585 dollár lesz. De ez nem az összes. Mi van? Ide. Jó, semmi. Nem talált flyert. Mi van? Ja, másik flyert nem talált. Hát igen. Mindig alábecsülöm a dolgot. Jó, nem talált víst. Oké, elég. Nem talált flyert. Jó van. Még egyszer valaki azt mondja, nem talált valamit, amit 5 másodpercre szereztem meg. Te megtaláltál mindent, ahogy látom. Megjöttek az új dolgok. Ú, bazd meg! Az új polcok. Egyszer, kétszer, és az új dolgok. Nem tudom, milyen sorrendben vannak. 5,50, 5,50. Aha, 7 dollár. Legyen 5,50, ez az utolsó, só. És rizs. Só, 2,50, nem 3,50. Senki nem veszi meg. 7 dollár, jó. Ez egy üres doboz. Nézd meg, ezeket most hoztam, azt mind elviszed. Jó, 27-en voltak már. 500 dollár. Na, nagy nehezen kinyitottunk. Jönnek az emberek végre. Azt hittem sose jöttek el ideig. Mondjuk tényleg úgy néz ki az egész helyet, amit raktál. De legalább van mindenből. Valamennyi. Kevem maradt 10 dollárom. Hát kávéból fogyunk is ki. Ez a nő minden nap jön és mindig visz 10 kávét. Túl expenzív a víz neki. Aha, szintén megnézem. Szinte biztos, hogy benne nem lesz túl expenzív, csak fogy. Mindjárt eldöntem el, hogy túl drága. Nem. Oké, elég. Na, ristokkoltam mindent? Elvileg igen. Elvileg. Na, szerintem ennyi elég lesz egyelő. Így is már végtelen mennyiségű. Ideje nyomom megint, aztán mennyit nyomtunk 3 napot talán. Most pacok fog elköszönni. Helyettem. Azért, mert bunkónak érzem magam. Csáp!